Az e-learning oktatási módszer napjainkra már nagyon sok területen elterjedt, igaz ez a Crest tanfolyamokra is. A tanulók ma már otthon, a számítógép előtt ülve végezhetik el a tanfolyamot, és készülhetnek fel a vizsgára. Ez különösen hasznos lehet a jelenlegi helyzetben, mert a vizsgák ugyan felfüggesztésre kerültek, de miután sokan otthon ülnek, és sokkal több szabad idejük van, mint általában, most elkezdhetik a tanulást. Gyakorlatilag a KAV, mint vizsgaszervező, vizsgaközpont felfüggesztette az elméleti és a gyakorlati vizsgáztatást. Igazából véve így semmilyen jellegű jogosítványhoz kötendő vizsga nem zajlik ebben a szakmában. Az ITM igazából véve a gyakorlati oktatást nem függesztette föl. Papírforma szerint lehetne oktatnunk, hiszen az oktató ugye a munkába járáshoz beülhetne az oktatójárművével és dolgozhatna. Viszont ugye a tanulók szemszögéből, ugye a jelenlegi jogszabályi háttérre, ugye a kijárási korlátozás, viszont a tanulók részére tiltja, hogy beüljenek egy oktatójárműbe. Úgyhogy jelen állásfoglalás szerint sajnos ugye a gyakorlati oktatás is megállt, és nem folyhat. Az e-learninges tanfolyam ugyan megoldás a Crest vizsga felkészülésre, azonban itt is alkalmazkodni kellett a jelenlegi helyzethez, hiszen maga a tananyag hozzáférése és a vizsga letétele időkorlátokhoz volt kötve. 9 hónapon belül kellett elvégezni a tanfolyamot, és 12 hónapon belül kell az elméleti vizsgát letenni. A közlekedési alkalmassági és vizsgaközpont állásfoglalása alapján, ameddig tart ez a helyzet, annyival tolódnak ki ezek az időpontok a vizsgázók számára. Nem szeretnék, ha emiatt bárkit hátrány érne. Ha valaki kivár, és akkor azt mondjuk, és nem akarok időpontot mondani, hiszen még a hivatalos formában sem láthatunk időpontot, de és akkor kezd el egy e-learninges képzést, ami azzal nem jut előrébb. Most pont az az időszak van, ahol otthon vannak, ugye mindenki keresi az egyéb tevékenységeket, hogy ne kelljen közösségbe menni. Én úgy gondolom, hogy minden további nélkül meg lehet csinálni az e-learninges képzést, mert ugye a 9 hónap egy éves határidő azért az nagyon hosszú idő. Tehát addig biztos, hogy nyilván be fog indulni a vizsgáztatás, úgyhogy megszerzik az elméleti vizsgát, a gyakorlati vizsga, az pedig úgyis a sikeres elméleti vizsgától számít majd, hogy 2 éven belül ugye sikeres gyakorlati vizsgát szerezzen. Tehát igazából véve e-learningen minden további nélkül úgy gondolom, hogy bátran és nyugodtan lehetne beszállni a képzésbe. Az első jogosítványt megszerzőknek az állam továbbra is támogatást nyújt a 20 év alattiaknak, ami a Crest tanfolyam és a vizsgadíjának visszatérítését jelenti. Ezzel is hozzásegítve őket a könnyebb munkába álláshoz. A gyakorlati oktatások folytatásának lehetőségéről a napokban születik döntés.